Rádió egy csak igazi mai slágermegy. A harcművészet felé fordulunk a következő percekben. Beszélünk az önvédelemről, a pécsi lehetőségekről és persze ennek a hagyományáról. A stúdióban ugyanis Martina József, a Baranya Harcművészeti Akadémia elnöke, vezetőmesteroktatója, és Martina Máté, a Baranya Harcművészeti Akadémia edzője, oktatója. Meséljetek nekünk kérlek ennek a múltjáról, és hogy ti hogy kezdtétek. Kicsit visszább kell mennem a múltba, hiszen maga a harcművészete gyerekkoromban, úgy mint legtöbb gyerek, ismerkedtem meg, és az én időszakomban ilyen küzdősport elég szűk volt. Én a judóhoz kerültem közel, és a judó irányába indultam el nagyon sokáig, és értem el eredményeket, komolyokat. Majd jött a katonasság, nálunk kötelező katonasság volt még abban az időben, és ott megismerkedtem a küzdősport és egy-két önvédelmi dolog, és ott külön nagy élmény volt, hogy volt lehetőségem még Furkó Kálmán ebbe az időszakba találkozni, és ott kerültem egy kicsit más dimenzióba, és innitre elkezdett érdekelni az önvédelem, és elindultam ezen az úton a tanulásba. Nagyon sokat tanultam, mind Magyarországon, mind nemzetközi területen. Indultam a közeli országokból, eljutottam az USA-ba és Japánba a tanulásaim folyamán, és a mestereim mindig vittek tovább, hogy mindig a folyó eredetéhez legyek közelebb, és így jutottam a Japánig. Ezt követően, ahogy ezt így elsajátítottam, jött a másik szint, hogy már nem elég nekem tanulni, hogy tudom visszaadni ezt a sok-sok tudást, és elkezdtem foglalkozni az oktatással. Gyakorlatilag az első oktatás, mint fiam, kiadtam, hogy nekem ne kell legyen oktatni, majd más, és mikor elmentem egy órára, ott döbbentem rá, hogy hajaj, ide vissza kell jönnöm, mert ez nem az én elképzeléseim szerint folyik az oktatás, és elkezdtem őt oktatni, nem is tudom, hat éves korában elkezdtem oktatni, és jött egy kis baráti csapatkört, és így ezeket oktattam, ez kinőtte magát annyira, hogy később már lettünk 10-20-an, végül lett egy egyesület is belőle. Komoly eredményeket is értünk el, mert gyerekekkel akkor mentünk versenyezni, és ezt követően, hát nem is tudom, a 90-es években kerültünk oda, hogy elég a versenyzésből már, és megint az önvédelem került fókuszba, és ezt követően álltunk neki egyesületi formákat létrehozni, több egyesületet alapítottam, és a mostani pécsi egyeset az 1999-ben alapult, a gyökere oda nyúlik vissza, akkor alakult, többször átalakultunk már így különböző formátumokba, és a mai akadémiai formáját is ebből a gyökerekből tápláltuk. Már eljutottunk odáig, hogy a tradicionális japán jiu-jitsut oktatjuk, és ez mellett a sport jiu-jitsut, mind versenysportot is. Külön ennek két láb mellett az önvédelemmel is foglalkozunk, amelyikben mind a női vagy rendvédelmi szerveknek az oktatása is folyik. Ez mindegy három póluson fejlődik tovább a munkánk. Ezeket átfogja egy mentális és egy ilyen szellemi tevékenység, amelyikkel a mentális erősítést végzük el a, hát igazán nem csak a tanulóknak, másoknak is. Mai világban a stresszmentesítés meg minden egyébre nagyon nagy szükség van. Ez a rövid áttekintése, amit itt tudok mondani. Nagyon-nagyon itt áthaladtam 10-20-30 éveket. Nagyon nagy lelkesedéssel csináljuk jelen pillanatban, és a jelenben vagyunk, hogy most is érdekeltek vagyunk mind a tradicionális japán kultúra és a művészetében, és a versenysportban. A versenysportban elértünk olyan eredményeket, hogy az elmúlt 7-8 évben a tanulóim mind világbajnokságon, Ázsia-Japán bajnokságon és Európa bajnokságon dobogóra kerültek. Legtöbben ifjúsági korosztály, ilyen 14 és 20 év közöttiek. A nagy gondunk az, hogy ez nem olimpiai sportág, hanem mint küzdősport egyik ágazata. De ezt bízunk benne, hogy a nagy tervek az, hogy a 28-as Los Angeles-re készül a világszövetség, hogy ott egy bemutató sportág lenne, ezek a nagy tervek, és ennek tükrébe is építkezünk és dolgozunk. Így kerültünk ki a mostani Európa bajnokságra is, három tanulónk kvalifikált,
és Lisszabonban leszünk az ifjúság és felnőtt Európa bajnokságon, és ezt külön köszönöm azokkal a szponzorokkal, pályázati anyagokkal, szülők és egyéb támogatókkal, hogy ezt meg tudjuk valósítani, mert jelen pillanatban ezek elég költségesek, és így tudtuk, és ez nagyon nagy segítség, hogy kijutottak. Hát ezek a tények, és innétről hát készülünk a következő megmérettetésekre. Jiu-jitsu. Mindjárt megbeszéljük, hogy hogy kell írni meg, hogy hogy találja meg majd a hallgató, mert ahogy említettétek, ez kicsit bonyolultabb dolog szokott lenni. De egy picit ennek a hátteréről beszéljünk, nem olyan, mint a filmekben gondolom. Ez pontosan mit akar, önvédelem, vagy mit ad egy ilyen harcművészet? Tényleg nem olyan, mint a filmekben láttunk, hogy bejövünk is két mozdulat, és akkor már feketeövesként megyünk. Ez egy nagyon-nagyon munkás és nagyon elkötelezett munkát kell végezni. Legfőképp bármelyik harcművészeti küzdősport is, mondom, a készségeknek a fejlesztésének az alapja, és olyan fokú készségfejlesztés, amelyik nem mindegyik sportág helyez ekkora hangsúlyt rá, és ez mellett a szellemi fejlesztés is nagyon fontos, és a mentális, mert később versenyzőként is, vagy küzdelemben eljutunk, mindenki tud technikát, mindent tudunk, de jön az a mentális dolog, ami ott van a szívünkben, amelyiktől valaki mégiscsak jobb lesz, hogy lesz kitartó. És ez egy nagyon hosszú folyamat, ennek az első eltitása, tanulása. Mi gyerek óvodás kortól, ilyen 5-6 éves kortól már foglalkozunk, és 8-10 éves korig szinte csak a készségfejlesztéseke a fő hangsúly, nem az, hogy technikát, semmiféle ilyen, nagyon minimális a technika, de nincs verseny, semmi egyéb, mert a készségei olyan szintre kell fejleszteni, hogy maga a technikák egy pillanat alatt meg lehet tanulni, de hogyha nem tudjuk a jobb és bal kézt, hogy melyik, hogy tudunk egy bukfencet csinálni, ilyen alap dolgokat, vagy egy kúszás, nagyon-nagyon nehéz akkor a technikákkal menni, és nagyon alapokról kezdjünk, és ez, ha megvan alapozva, onnétról már könnyebb a technikákat hozzárakni, amitől tényleg alkalmas az önvédelemre is. De külön tartunk olyan felnőtt koroknak is ilyen önvédelmi részt, akik nem sikeredett így bekapcsolni, hanem a későbbi életükben, tanfolyam keretében tudnak egy önvédelembe, de ez egy felszínesebb dolog. A mélyebb az, és itt igazán életformává tud nekik alakulni, mind a mestereim, meg jó magam is, szinte egy életformait versenyre, és 61 pluszosok is elmennek, hogy az éve annyi, nem a súlya, és 70 évesen is még feláll küzdeni, ez egy csoda. Ugyanakkor a mozgása benne van 80-90 évesen, és szőnyegre állnak, mozognak. Szóval, hogy ez a mozgáskultúra nem olyan, hogy igazán tönkretenni magad, mint némelyik sportágban, rengeteg a sérülés, itt igazából egy életen át tudja csinálni ezt, de ez úgy kell profin jól megtanulni, hogy ahogy azt megtanítják mesteremberek. Tőled kérdezem, milyen most egy edzés, és milyen régen, vagy mit láttál, tanultál régen? Más a generáció, ami most van, hiszen szerintem a legtöbb sport azért küzd, hogy a fiatalok mozogjanak, mi is azért is ez egy jó lehetőség itt a rádióban, hogy hallanak, hogy van lehetőség Pécsen is jiu-jitsu tanulni. Szóval mi is azért látjuk, hogy a mai modern világ azért jobban otthon tartja a gyerekeket sajnos, és tisztelt a kivételnek, de a számítógép előtt, vagy bármilyen ilyen videójáték az jobban leköti őket, de igyekszünk azért úgy kialakítani az edzéseket, hogy játékosabb keretek között mi is megszerettessük vele a sportot, a mozgást, tehát egy gyerekkorban ez a legfőbb célunk, és ez is a legnagyobb különbség, mert én is ugye apával kezdtem az edzést, tehát 6 évesen, nekünk akkor heti 3-szor másfél órás edzésünk volt, ez nagyon kemény edzések voltak, még akkor judoztunk, és akkor a havi szinten verseny volt, tehát az egy kemény időszak volt. Most nem ebben vagyunk, hogy inkább, amit mondtunk is, egy játékosabb, egy ilyen, mint a tigriskölyök is ugye játszva tanulnak meg küzdeni, inkább most ebbe az irányba megyünk. A cél az ugyanaz, mert a hegyre ugyanúgy föl lehet jutni több úton is, tehát hogy végül majd ugye meg tudják magukat védeni, és nyilván most felnőttekkel már azért nem ennyire játékos, de ott is a készség és a képességek a cél, illetve például ugye most nem másfél órás az edzés, hanem csak egy órás, de az heti 3-at azért tudjuk nekik tartani, meg hát vannak külön foglalkozások, akik többet szeretne belerakni, szóval több a lehetőség.
szabadabbra hagytuk, hogy nincs az mindenki rátó, hogy na most már pedig hetente háromszor másfél-két órás edzések vannak, hanem meg tudja választani, hogy most akkor neki inkább hobbi, inkább akkor többet akar belerakni, akkor tud versenyezni. Tehát a versenyző csapatunk az összlétszámon kb. Csak egy 10%-a. Nem erőltetjük rá senkire, tehát el lehet kezdeni teljesen nulláról hobbistaként, és akkor akik szépen beleerősödött és akarja, na ő nekik van lehetőség pluszt is belerakni. Biztos, hogy sok szülő felteszi ezt a kérdést, mennyire veszélyes? Hát, szerintem sokkal-sokkal kevésbé, mint bármilyen labdajáték. Tehát nekünk a legtöbb sérülésünk az a testnevelés során történik, mert nem kézilabda, kosárlabda, hogy az ujjaik, ugye, hogy rosszul találkoznak a labdával, megsérül a fociba, a boka, térd, és mi nekünk az egyik legnagyobb erősségünk, hogy az esés technika, meg elsajátítás a gyerekekkel, hogy biztonságosan tudjanak földet érni, esni, kelni, főleg gyerekek azért az párszor eresnek, és hát ha meg sport, akkor meg aztán mindenki fontos, és akik ugye mondjuk mellette csinálnak valami, kosaraznak, látszik a különbség, hogy kevesebb sérül meg, vagy nem annyira súlyos sérülést szed össze, de maga a sport az... Tehát itt nincsenek úgy ütések, rugások, tehát a verseny, mint egy kickboxban, tehát ott azért még védőfelszerelés mellett is azért kap az ember a fejére, itt nincsen, tehát itt ilyen folytások, leszorítások, dobások, körülbelül ezek a dolgok vannak egy versenyen, meg egy edzésen is, nyilván persze azért, ahogy megy és fölfele nő egy korosztály, tehát egy junior felnőtt, ott azért mi is használunk ütéseket, meg védőfelszerelés, de megint a fokozatosság elvét tartjuk, és beleerősödik, tehát ilyen 8-tól 14 éves korig nem küzdenek ilyen ütőpárnával, hanem csak földharc, meg is birkózás, és pont inkább a stressz levezetés, meg az agresszió levezetés, nagyon sok nehéz, idézőjelben nehéz, meg nehezen kezelhető gyerekünk van, akik hirtelen itt nálunk mégiscsak jól tudnak viselkedni, mert vannak szabályok, vannak keretek, ugye mégiscsak ez egy japán sport, japán harcművészet, egy rend, fegyelem, figyelem, tehát ezek mind vannak is, és úgy beállnak a sorba is, és csinálják, és itt megváltoznak. Van egy időszak, amikor jelentkezni kell, vagy bárki bekopog, besétál, és akár elkezdheti? Is igazából. A legnagyobb ilyenünk az mindig augusztus, szeptember, ugye az iskola kezdés, főleg a gyerekeknél, ott szoktunk nyílt napokat tartani, és el lehet jönni, ki lehet próbálni, ilyen ingyenesen, és akkor be lehet iratkozni, akinek tetszik. Mi ezt szeretjük a legjobban, hogyha ide jönnek, és akkor egy tanévet végig tudunk velük csinálni. Szezon közben is be lehet csatlakozni, akkor is, akkor még szóval tavasszal szoktunk, pont most volt egy ilyen ugyanilyen nyílt nap, hogy akkor még, aki esetleg lemaradt volna, vagy így új év, új élet, ez a március, február, akkor még jönnek. Be lehet így szezon közben is csatlakozni, de a legjobb, amikor már ugye egy év elején egy tanévet végig tud csinálni, főleg a gyerekeknél, felnőttnél egy kicsit más, ugye ott azért már nem annyira az iskolához szervezik a programot, hanem dolgoznak ők szezon közben is bármikor be tudnak csatlakozni. Mi a cél, hogyha valaki elkezdi ezt a sportot? Mi lebeg a szeme előtt? Hát azt nem tudom, hogy nekik. Sok van, sok lehetőség van, és valakinek egy hobbi, eljön kicsit mozog, tesz az egészségért, közérzete javul. Van, aki 18-20 kilót leadott egy év alatt. Tehát azért heti három edzéssel is, és megfelelő táplálkozással tudott fogyni. Valakinek az önvédelem, főleg a nőknek, hogy meg tudják védeni magukat, de szerintem a férfiaknak is fontos. Valakit érdekel a japán kultúra, kicsit ez a szellemiség. Valaki szeretne versenyezni, tehát elég sok lehetőség, sok cél van, mindenki meg tudja saját magát találni ebbe az egészbe. És hát a legfontosabb az, hogy megismerjük magunkat, tehát van egy ilyen kis önismereti oldala is az egésznek. Mindenféleképp egy nagy tábor, aki a önmagunk keresésében van érdekelt, hogy igazából keresi az életben a helyét, és a napi, pláne itt felnőttekre gondolok, a napi kihívások mellett valami olyan pluszt, ahol kicsit fel tudja, mert ebben az időszakban, abban még otthon edzésen 100%-ában elenged, kikapcsol, hiszen olyan feladatokkal el kell engednie neki, és megszűnt szinte a külvilág, csak ő van meg, akikkel dolgozik, és ez egyfajta mentális felfrissülés nekik, és sokan vannak, hogy igazán keresik, mikor ráeszmélnek, hogy ez milyen jó igazából. Visszatérve a biztonság, rettentően biztonság, és én most már 40-50 éve itt vagyok a pályán, a környezetemben nem volt sér. Sportágban. Pedig itt folytanak, ütnek, ízületeket, mindent csinálunk, de nem volt.
Szóval még elmegyek iskolába, ahol ugyanúgy tanítunk, és ott történnek tényleg egy testnevelés órán is sajnos szomorú. Véletlenül nem tehet senki, sajnos a gyerek, de igényli a gyerekbe is a nagyobb odafigyelés. Szóval nagyon kell figyelni, mint oktatóként, tanárként. Nagyobb figyelmet kell, és hogy tudjuk ezt megkövetelni, vagy elvárni a mostani generációtól, mint régebben, ez egy kihívás oktatónak is, de ezért valaki oktató vagy tanár, hogy tudja azt a figyelmet a tanulótól elérni. És ehhez már bele kell raknia önmagát, személyiségét, és egyfajta tudást is, és érdekessé kell tenni ezt az egész tanítási folyamatot, hogy imádják. És nekünk minden órán megkérdezik, hogy érzik magukat. Szülő előtt minden, és jól érzik magukat. És hogy nincs semmi bajuk. Szóval így válunk el, és alig várjuk a... Sokat kell dicsérni. Igen, igen. Ez is más, mint a régi generáció. Megerősítést is kapnak. Mert tényleg jól csinálják. Igénylik. Meg jó is csinálják, de igénylik. Régen nem volt ilyen. Meg kell dicsérni. Csinálod, aztán csinálod. De ha rosszul csinálja, azért is van fehér-fekete létezik. Szóval valamit nem, akkor tudja a gyerek, hogy ezt nem, ez rossz. De akkor mindenkinek. Szóval nincs kivétel. Szóval mindenkire egyformák rám is, és hogyha én is hibázok, akkor hát jó se bácsi. Szóval igen. Szóval egyforma mindenki, és innétről kezdve van egy kölcsönös tisztelet. Én tisztelem őket, ők tisztelnek, és ezt megadják, és akkor csodálkoznak szülők, hogy lehet, hogy ilyen halkan beszélünk, és akkor ez a gyerek, akik osztályban kezelhetetlen, figyel. El kell érni. Ez egy nagy odafigyelés, egyfajta tapasztalat, és ténylegesen a japán kultúrában és módszerekben nagyon sokat tanultunk, és ez elég egyedi, hogy ezt így megtalálni máshol igen nehéz, hiszen én is látom, sokféleképp oktatnak, és bizony, aki nem tudta ezt a tanulmányai szerén felszedni, eléggé nehezen birkózik meg sokszor a mai kihívásokkal, ugyanúgy ezt érdemes elsajátítani egyszer jól azoktól a nagy öregektől, nagyon sok, nagyon bölcsességeket tudnak. Körülbelül hány tanonc van most így a Harcművészeti Akadémián? Hát 80-100 körül mozgunk most, tehát nyilván betegségek, hogy most nem tudnak jönni, de azért van egy stabil létszámunk. Szét vannak szedve korosztályra, tehát van kölyökserdő, junior és felnőtt csoport, tehát négy csoportban dolgozunk velük, és akkor körülbelül egy ilyen 20 fős csoportjaink vannak, pont ezért, hogy tudjunk mindenkivel azért foglalkozni, egy 40 fős csoport az már ugye nehéz, most nyilván ez más, mint egy iskola, tehát ott egy osztály is 32, gondolom, tehát vagy több is nehezebb, ebből is nekünk egy kicsivel könnyebb dolgunk van, hogy kisebb a létszám, de attól függetlenül ugyanúgy azt a munkát azt bele kell rakni, és hát visszatérve az előzőhöz, hogy mi kell még, hogy a gyerekekkel tudjunk jó kapcsolatot kialakítani, hát idő. Hát időt kell minőség. Oda kell figyelni. És ezért is mondjuk, hogy jó, hogyha egy tanévet végig tud csinálni, ez is egy 9-10 alap, mert végén ugye edzőtábor, és akkor na ott van vizsga, az egy elismerés, az egy nagyobb motiváció nekik, hogy kell is ennyi idő, hogy megszokjuk egymást, beletanuljanak, nem megy egy-két hónap alatt. Ez sajnos, ez ilyen. Ha valaki most figyelni az eredményeket, akkor azt a következő versenyen megteheti. Egy picit még térjünk vissza erre, hogy mire lehet számítani, hol lesz ez az összemérés? Hát erre most már tanulunk nagyon készülnek, hiszen több éves munka van benne, hogy eljutottak idáig. Május 28-án Lisszabonban leszünk három versenyzőnkkel, akik Európa bajnokságra jutottak ki, és ott mérkőznek meg. Nem lesz egyszerű azért a feladatuk, de mivel jó munkát tisztességgel belerakták, és nem egy napos, itt évekről beszélek, hiszen nagyon-nagyon hosszú és lelkiismeretes munka van, mindenkit ugyanúgy elvárom, és bízom benne, hogy meghozzák a dobogóra kerülési helyet. Persze sportban mindig vannak meglepetések, de elvárjuk és felkészülünk a legjobbra, de ugyanakkor a legrosszabbra is. Mindenképp egy nagy utazás előtt állunk, és ez egy olyan megmérettetés is, ahol találkozunk az európai sportág más vezetőivel is, és feltöltődünk mi is, meg szakmailag is tudunk fejlődni. És még egy érdekesség, hogy ezelőtt egy hónapja az Európai Szövetség itt volt Magyarországon, és itt láttuk vendégül Pécsen, ahol a munkánkat jöttek megnézni és segíteni, hogy a felkészüléseink, hogy minél eredményesebb legyen. Szóval nagyon jók az ország közti kapcsolataink is. Az iskola nemzetközi kapcsolatokkal is épp úgy rendelkezik, és tudunk az országos szövetségen keresztül is
preferálni és bejutatni, akiben olyan szándék van, igen, egy új sportkarrier, de van, aki az egyetemen itt tanul, és ő, mint testnevelő tanárként szakágába fogja majd vinni tovább, mert megszerette itt az elmúlt időszakokban. Hol zajlanak az edzések? Hol lehet találni erről infót? Sport Jiu-Jitsu és a Baranya Harcművészeti Akadémia, itt vagyunk a Légszerzár utcában, itt végezzük az oktatásunkat. Több helyen is elérhetőek vagyunk, de ez egy központi oktatóterem, és ezen keresztül itt van az a bázisunk, ahol lehet találkozni velünk, és tudunk segíteni bármilyen érdeklődőnek. És ezeknek az információnak van egy honlapunk, a bhpage.hu-n, azon lehet majd augusztusban, vagy akár most is, de augusztusban lehetnek elérhetők azok a jelentkezési feltételek és egyéb. Nálunk azért elég kis csoport, ez nem tömegsport, szóval korlátozott mind a felvétel, mind a létszám által, szeptember végére már le is zárulnak a csoportoknak a létszáma megtelt. Szóval ez érdemes már augusztusban jelentkezni, hogy felvenni a kapcsolatot velünk, mert ne járjanak úgy, hogy váróisten vagy el vagy utasítva, nem tudunk fogadni többet. Sajnos így a helyünk véget. Bízunk benne, hogy növekedünk és megyünk, új terveink vannak, és növekedés benne van, és segítjük a munkát a környezetünkben, a sportársaknak, vagy másik szervezetekkel is, sőt, jó kapcsolatunk van, együtt is dolgozunk több sportággal, és abszolút pozitívan tudok ezekkel is, még ha különböző féleképpen is gondolkodunk, de egyfajta részünkről is egyfajta támogatás, amit kaptunk, adjuk is nekik vissza, és ugyanez minden területen végkíséri a munkánkat. Nehogy valaki bele zavarodjon, pontos évvel kell írni, Jiu-Jitsu, és ebből lesz a Jiu-Jitsu, viszont olvasom, hogy ninjutsut is lehet tanulni, itt viszont már az eszközök is előkerülnek. Tehát a ninjutsu azt leginkább én tanítom, tehát azt teljesen külön kell választani a jiu-jitsutól, ez nem versenysport, tehát itt nincs is verseny, hanem tényleg itt csak és kizárólag az utcai önvédelemről van szó. Nyilván a jiu-jitsu is alkalmas, de ott más ez az életpálya modell, ott így a gyerekektől elkezdjük foglalkozni, itt nincs is gyerekcsoport például, tehát nem foglalkozunk gyerekek, hanem csak fel, tehát a 16-7 az a legalja, így be így korosztályban, az is ilyen külön szülői engedéllyel, hiszen itt tényleg az van, hogy holnap, ha megtámadnak egy késsel, hova mit tudsz most csinálni. Nyilván nem így kezdődik egy edzés rögtön, tehát itt is azért az alapoktól indulunk, de ez csak felnőtt korosztálynak van, és ez csak tényleg az utcai önvédelemről szól, és igen, itt több az eszköz, tehát itt is vannak modernebbek, mint például egy kés, de vannak tradicionálisak, hiszen ez is egy japán harcvészet, mondjuk egy fakarddal kell dolgozni, és ez is elérhető, tehát ugye az akadémián is egyfajta edzés, amire lehet jelentkezni, de ez inkább a felnőtteknek, vagy inkább a olyan önvédelmi rendszert, amivel ugye meg tudjuk magunkat védeni, és nem a versenyzésről, nem lehet, nem, tehát itt nem tudsz mondjuk egy bírói tanfolyamra elmenni, mint a jiu-jitsu-val oktatni is nehezebb, tehát ez ennek a gyökerei még inkább japán vonalat képviselik, mint a jiu-jitsu, amit ugye már egy kicsit itt a sportperkekben van benne. Így a végén még egyszer foglaljuk össze, kiknek ajánljátok, milyen személyiség kell ahhoz, hogy valaki elkezdje ezt a sportot? Hát szerintem mindenkinek ajánljuk, aki kicsit szeretne valami új dologba belevágni, szeretne kicsit az egészségért tenni, a stressz levezetni, önvédelmet megtanulni, és akit érdekel a japán kultúra, és főleg a gyerekkorba, aki el tudja kezdeni, és persze lehet 30-40 fölött is elkezdeni, de minél fiatalabban elkezdi az ember, annál jobban beleívódik ugye az életébe, a mozgások is, és annál hamarabb tudja elsetni, szóval gyerekkorban is, főleg aki aktív gyerek, és sok az energiája, azokat nagyon szeretjük, úgyhogy hozzá nyugodtan lehet jönni, vagy aki kicsit visszahúzódóbb is, neki több önbizalom kell, nyilván őket is szeretettel látjuk, úgyhogy 5 évestől 99-ig már jöhet. Én még mondom meg azért, mert nagyon szerénykedik itt a fiam, azért kell tudnod, hogy a ninjutsuban is vannak övvizsgák és megmérettetések, és ebben a részében nagyon kemény elvárások vannak egy-egy szint teljesítésében, és ebben is különbözik egy kicsit a másik jutsu, egy kicsit engedékenyebb, de a ninjutsu nagyon szigorú, és mind ő is haddanos sidoshi ninjutsu mester, ez elég sok mindent, tudást megkövetelnek tőle, és ezt tudja átadni, és nagyon magas minőségi szinten,
de csak akik kitartóak tudnak elmenni. Visszatérve a jiu-jitsu-ra, az abszolút az mind a gyerektől, mind a felnőttől érdemes mind életpályaként ki lehet próbálni és tenni. Izgalmasabb néha mindegy edzőterembe, szóval nem egy statikus súlyemelés, minden porcikánkat itt jön az egészségnek a dolga is, hogy a fejtetőtől kis ujjáig mindent átmozgat az ember, és még egy, a kornak megfelelően van itt is, mert ahogy vannak tényleg 60 év felettiek is tudják csinálni, ott már nem azok az elvárás, mint egy 5 év, 10, szóval mindig a kornak megfelelően tudunk dolgozni, és ezért jó ebben a részében, hogy mindegyikben benne van az, hogy egyfajta életünk végig tartó mozgás, és ezről sem szabad leszokni, mert leszokunk a mozgásról, akkor jönnek újra a bajok, és ez egy kicsit kíméletesebb, mint némelyik sportág lehet tennünk hosszú-hosszú évekünk keresztül, és részét tud válni az évünknek. A használhatósága az egy plusz opció, hogy hát még mire tudod használni, ha vagy egy helyzetben, és nincs olyanunk, akik ne kerültek volna egy helyzetbe, hogy oldod meg, hogy elfutsz, vagy esetleg tudod kezelni, és meg kell tanulnunk irányítani, mert sokszor nem az erőt, hanem erőt erővel, hanem ennek az erőnek az elvezetését tanuljuk meg, hogy tudjuk irányítani, és nem mindig a konfrontációt szemben állunk, hanem mellé állunk másik szempontból, és onnitról tudjuk megoldani a problémát, és ennyi óriási ez a része. Hétköznapban volt már, hogy kellett használni? Mondjuk nekem az érdekes, mert gyerekként most persze voltak ilyen verekedések, mit tudom én, de mikor komolyabban elkezdtem, azóta valahogy nem. Uh-huh. Nekem pont nem. Tehát, hogy nem tudom, hogy ezt így ember levezeti bent a terembe például, a fusztások azt nem viszi ki, vagy érzik, hogy ezzel nem kéne szórakozni, mert van egy sugárzása, vagy... Tehát, hogy vagy nem vonzom be, most nem mint hogyha akarnám, de gyerekként persze, most gimiben akkor sokszor elvertek, tehát azt a részét már megtapasztaltam, hogy az nem jó. Ez nem jó, meg így valahogy az ember, nem is tudom, ezt hallottam most, tehát hogyha rendesen edzesz, és főleg a sportoló vagy, tehát nem akarsz belemenni, mert most a Ferrari versenyzik a Trabanttal, tehát hogy minek? Hát, itt az ego az már nem lép úgy be, és ezt meg tudja kezelni az ember, és akkor inkább jó, hát elmegyek, elsétálok. Meg hát a mai világban már mindenkinek van már késpisztoly, lőfegyver, már rakétavető, nem tudom, szóval jobb elkerülni. Nyilván, hogyha nem lehet, akkor meg mindent bekevetni a túlélésért, de jobb elkerülni. Harcosként nagyon fontos pont ezt akartam mondani, hogy szó szerint megtanuljuk az egónkat, és tényleg édesanyámat is nagyon sokszor lett emlegetve, de attól még nem rohanunk rá a másiknak, és legalább olyan bosszantó is dűt, hogy ugyanakkor szembe tudsz nézni, és esetleg még mosolyogsz is, és azért ott, hogy is érzik akkor azért, hogy hát ebben az emberre nem volna jó azért, inkább, mert megjeltem ezt is, hogy jó, menjünk akkor, de nem a mi emberünk vagy, szóval azért kisugárzik az a határozottság, szóval. De amikor van, olyan is volt, akkor meg kell tenni. Meg más azért nem belemenni egy küzdelembe, mert nem mersz, vagy pedig tudod, hogy valamikor nagyon, valaki biztos, hogy ott marad, tehát más így elkerülni. Tehát, és akkor ez így látszik, hogy sugárzik szerintem az emberből. Amit mi tanítunk, szóval, hogy ugyanúgy ezeket elkerülni, és ez a leg végső megoldás lehet, ha tényleg nincs más. Szóval ezt nem is tanítjuk, és nem is lehet alkalmazni. Csak abban az esetben, hogyha szeretnénk, hogy önmagunk tényleg abban a helyzetben kerül, kivéve az, hogyha ilyen esések, meg ilyen dolgok, hogy föl tudjunk állni, az egészség megóvására, gondolkodásunkra, ezt aztán lehet. Ez egy fontos dolog.